Köszöntöm a Líceum Televízió nézőit! Önök a Hírlánc műsorát látják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megindultak az 5,3 milliárdos Líceum a természettudományért projekt kivitelezési munkálatai. Főiskolánk kutatócsoportja is csatlakozott ahhoz a vizsgálatsorozathoz, amelynek tárgya a számítógépes játékok általános iskolásokra gyakorolt élettani hatásai. Milyen kapcsolatban állhat egymással a természettudomány és művészet? A tudományos Sziesta legutóbbi programja erre a kérdésre is választ adott. Híreink bővebben. Az Eszterházy Károly Főiskola az új Magyarország fejlesztési terv keretén belül nyert pályázatot a Líceum a természettudományért címet viselő projektjével. Ennek tiszteletére tartottak ünnepséget március 5-én a Líceum első emeleti kápolnájában. Dr. Hauser Zoltán rektor nyitotta meg a rendezvényt, aki elmondta, hogy az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 5 milliárd 3 millió forint, amelyhez 300 millió forint önerőt kell biztosítani az iskolának. Ezzel a költségvetéssel a legnagyobb beruházásnak számít a líceum megépülése óta. A 2007-ben indult pályázat a teljes magyar felsőoktatás infrastruktúrális hátterének megerősítését tűzte ki célul. Ez egy óriási tervdokumentáció, aminek az egyik fele pontosan az említett karbantartás, az állapot fenntartása, illetve az állapot javítása, a kopott kövek, fa, a többszörösen festett faajtók, a megkopott festések javítása. A projektnyitó ünnepséget több jelentős közéleti személyiség is megtisztelte jelenlétével. Többek között dr. Ternyák Csaba, az Egri Főegyházmegye érseke, aki köszöntőjében Eszterházy Károly munkásságát méltatta. Ünnepi köszöntőt mondott Habis László polgármester is, aki kiemelte a projekt értékeit. Az ünnepi köszöntők sorát Vadász János, az Eszterházy Károly Főiskola gazdasági főigazgatója zárta pohár köszöntőjével. Március első hetében kezdetét vették a felújítási munkálatok a líceum épületében. Március 5-én elindult a Líceum a természettudományért elnevezésű program, melynek megvalósítására 5,3 milliárd forintot fordítanak. Olyan korszerű feltételeket igyekeznek majd megteremteni, amelyek a természettudományok valóságos bázisává teszik az épületet. Amint a háttérben látható, a héten megkezdődtek a rekonstrukciós munkálatok a líceumban. A főiskola ezen része a munkálatok folyamán le lesz választva, hogy a munkások zavartalanul dolgozhassanak. A bontási munkák során eltávolításra kerülnek azok az épületszerkezeti elemek első lépcsőben, amelyek később a kialakítandó tereket megakadályozzák, és második ütemben fog majd elindulni a nyár folyamán azoknak a belső helyiségeknek a feltárása, amik eddig földdel betemetve voltak. A projekt keretein belül kiépítik a mínuszszintet, továbbfejlesztik a természettudományos pályaorientációs központot, bővítik a központi könyvtárat, szaktantermeket és további funkcionális tereket alakítanak ki. Az intézmény kampuszán pedig tudásközpont és laboratórium létesül a pályázaton elnyert összegből. A Tudományos Sziesta természettudományos program keretében tartott szerda délután előadást dr. Hannus István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora a kémia és a társművészetek kapcsolatáról beszél. Itt dolgozott Örkény, tehát ez a három nagy terület, ahol egész konkrétan kapcsolatban volt a kémiával Örkény. Rendhagyó sziesztára invitálta a C-épületben az érdeklődőket dr. Hannus István kémiai professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, szerda délután a Kémia és a Társművészetek című előadása keretében. A kémiának az irodalomtörténetben betöltött szerepe igen jelentős, például az Örkény novellákban, de felfedezhetünk közös vonásokat a képzőművészet, a filmtudomány, a zene és még a humor területeivel is. Hát az irodalomban nagyon sok kémiai vonatkozás van, tehát irodalmi művekben, tudományos fantasztikus művekben, ugye kitalált világokban van kémia, amit ugye könnyebb kitalálni, mint a reális kémiát ábrázolni, de a legtöbb kapcsolat az úgy gondolom, hogy a képzőművészettel van. Tehát maguk a festékek. Régen például az ókorban a festő az kémikus is volt, mert maga keverte ki a festéket, maga állította elő, vagy a szobrász ugye az anyaggal dolgozott. Bontyánál földre szállt, és ott megszülte. A program egy egyedülálló kiállítással folytatódott, az alkotó Vizi Béla ugyanis kémiai képleteket, reakciókat öntött szoborba, illetve festett meg. Mivel szívügyének érzi a kémia testközelibbé tételét, a 300. alkotásnál sem áll meg. Csináltam egy tervet, hogy kb. 80-100-120 szoborral
megfogalmazom majd a kémiának a legfontosabb szabályait, tételeit. Hát most már körülbelül a 300-nál tartok, de hát nincs vége, mert nincs megfogalmazva a kémiának a lényege, ugyanis mindig vannak újabb, meg még újabb dolgok, amiket még be kellene vonni ebbe. Hannus István is elárulta a kémiáról alkotott elméletét. Kétféle csoda van, aminek tudjuk a magyarázatát, illetve aminek nem. A Természettudás Főiskoláján a jövőben is minden bizonnyal több hasonló témájú előadás is követi majd egymást. Március 9-én délután az Eszterházy Károly Főiskola D épületében rendezték meg a Természettudás Főiskolájának aktuális kísérleti bemutatóját. Újra izgalmas, látványos kísérletekkel várták az érdeklődőket a Nagyvilág kiscsodái című előadássorozat legutóbbi részén. Ezúttal az égésről és annak tulajdonságairól gazdagodhattak új információval a megjelentek, és sok egyéb érdekességről is szó esett. Körülbelül 10 éve volt az, amikor a szakkollégisták kerestek meg minket azzal, hogy valami látványos, érdekes show jellegű bemutatót tartanánk. Jelenleg ez a bemutató a Természettudás Főiskolája projekt keretében zajlott. Tartunk kísérleti bemutatókat általános iskolás, középiskolás tanulóknak, főiskolásoknak, és hát néha, amikor olyan alkalom van, például kutatók éjszakája, akkor családoknak is. A szervezők és előadók minden korosztály képviselőit várják, változatos, szemléletes példákkal vezetik be az érdeklődőket a természettudományok világába, azért nem árt felkészülni a váratlan eseményekre is. Egy főiskolás hallgató már nem fog, vagy kis valószínűséggel fog kémiát választani, de nekünk az is fontos, hogy ne azt a gyűlöletet érizze magában, amit a gimnáziumban szerzett. Jövő héten is mindenkit szeretettel várnak a Nagyvilág kis csodái. Utasi Zoltán a Duna-Delta vidékét mutatta be közönségének az Eszterházy Károly Főiskola földrajztanszékén. Ceausescu szelleme a Duna-Deltában című előadáson vehettek részt az érdeklődők március 10-én 16 óra 30 perctől az Eszterházy Károly Főiskola D épületében. A szervezők főiskolánk földrajztanszéke, a Magyar Földrajzi Társaság Eger Bükkvidéki osztálya és az Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány voltak. A mai nap Ceausescu szellemét idéztük meg a Duna-Deltában. Az Alduna vidékére kalózoltam el a hallgatóimat, amely előadás a Magyar Földrajzi Társaság által szervezett sorozatba illeszkedik. Ebben a sorozatban megismerkedünk a világ számos részével, távolabbi, közelebbi világokkal, amelyek rengeteg információt, rengeteg érdekességet tartogatnak. Az előadó Utasi Zoltán személyes tapasztalataival kalandoztatta nézőit a romániai vidékre, előadását látványos fotókkal tette színesebbé. Czövek Andrea főiskolai adjunktust választották az EGRI Kábítószer Egyeztető Fórum elnökévé. Czövek Andreát, az Eszterházy Károly Főiskola szociálpedagógiai tanszékének adjunktusát nemrégiben választották az EGRI Kábítószerügyi Egyeztető Fórum új elnökévé. A fórumot eredetileg 2001-ben hozták létre, mely az elmúlt 9 évben az ország egyik legjobban működő és legelismertebb kábítószerügyi fórumává nőtte ki magát. A szervezet számos városi intézménnyel van kapcsolatban, beleértve a Markot Ferenc Kórház rendelő intézetének addiktológiai gondozó és drogambulanciáját is. A fórum elsősorban koordinációs feladatokat lát el, tagjai pedig azok a szervezetek, amelyek bármilyen formában foglalkoznak az elsősorban fiatalokat érintő drogproblémákkal. Tulajdonképpen ezek koordinátori feladatot látnak el, tehát a tagjai azok a szervezetek, akik bármilyen formában foglalkoznak a szerhasználókkal, akár alacsony küszöbű, akár már orvosi ellátásba, vagy akár egyszerűen szociális problémákkal, ami aztán veszélyeztetetté teszi elsősorban a fiatalokat a droghasználattal szemben. Bár a drogfogyasztási szokásokat vizsgálva Eger városa kedvező helyet foglal el az országos rangsorban, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum célja, hogy ezt az arányt minél kisebbre csökkentsék a jövőben. Új kezdeményezés keretében általános iskolásokkal dolgozik együtt a főiskola 66 hallgatója. A 10 hetes vizsgálat azt kívánja kutatni, hogy a Nintendo Wii milyen mérhető hatást gyakorol szervezetükre és otthoni számítógép használatukra.
A március 8-ával induló héten kezdődött az egyben szórakoztató tudományos kutatás, amely az általános iskolások körében Nintendo Wii játék alkalmazásával indult meg. A program EGRI koordinátora Pólya Tamás PhD tanszékvezető egyetemi docens. A kutatás helyszíne az Eszterházy Károly Főiskola két gyakorló iskolája, ahol szintén vezető tanárok kísérik figyelemmel a diákok teljesítményét. Ez a Nintendo játék tulajdonképpen egy számítógépes játék, és az lényege az, hogy a gyerekek rengeteget számítógépeznek, nem igazán mozognak. Ahogy ugye egyre idősebbek lesznek, a mozgás teljesen kimarad az életükből, és valamilyen szinten ezzel a programmal próbálnánk a gyerekeket rábírni arra, hogyha már a gép mellett kezd ülni, vagy nem akar különböző edzésekre, sportfoglalkozásokra járni, mégis valahogy úgy töltse el az idejét, hogy játszik és közben mozog. Hogy ezeket a feladatokat teljesíteni tudják, a főiskolás tanulóknak a gyerekek rendelkezésére kell állniuk, akik jól láthatóan élvezik a játékot és az új technikával is hamar megbarátkoztak. Legtöbbször a boxol és a baseball-al szoktunk játszani, na az a kedvencünk. Barátnőmnél is van ilyen, és ott is sokat szoktunk vele játszani, és nekem nagyon tetszik. A gyerekek feladata nem csak a játék, napról napra teszteket töltenek ki a játék után. A kutatószeminárium egy néven indult kurzusra 66 főiskolás jelentkezett. Most pedig következzenek felsőoktatási híreink. Az Eszterházy Károly Főiskola 2010-2011-es tanévben is lehetőséget biztosít hallgatói számára, hogy tanulmányaik egy részét külföldi partnerintézményekben végezhessék. A programban résztvevő hallgatók az április 2-áig benyújtott pályázatuk alapján kerülnek kiválasztásra. Aki nem tud elmenni a kiválasztott egyetem, főiskola nyitnapjára vagy kérdésével képtelen kivárni azt, most itt a lehetőség. Az intézmény Válaszol néven új szolgáltatás indul a felvi.hu fórumon. Az egyes felsőoktatási intézmények és karok munkatársai itt várják a felvételizők kérdéseit a hallgatói élettel és az intézményi tudnivalókkal kapcsolatban. Döntőfordulójához érkezett a Varázstorony versenysorozat. Március 10-én tartották a Varázstorony vetélkedő döntőjét. A verseny fő célja a természettudományi tárgyak megkedveltetése volt. 7. osztályos gyerekek most kezdték el a fizika-kémia tanulását, és ezért talán ők még abban a korban vannak, amikor megnyerhetőek a természettudományok számára. A verseny résztvevői különböző kreatív feladatokat oldhattak meg. 3 fősek a iskolai csoportok. Az volt a benevezési tárgyuk, hogy készítsenek a naprendszer kutatásával kapcsolatban valamilyen montást, plakátot, posztert. Az első feladatként készített posztereket végül kiállították. A plakátok 2 hétig tekinthetőek meg a líceum épületének földszintjén. A Liceum galériában április közepéig látható az a tárlat, amely a filmképek sorozat folytatásának tekinthető. 2010. március 10-én nyitották meg M. Tud Géza, Balázs Béla díjas filmrendező kiállítását. Animációs filmhez akár az alkotó maga is elég, még egy filmhez csapatmunkára van szükség. Arról kérdeztük az alkotót, melyiket szereti jobban. Azt a választ kapta stábunk, hogy leginkább csapatmunkában szeret dolgozni. Továbbá arról érdeklődtünk még, hogy milyen technikával szeret dolgozni. Erre nem lehet nagyon egyszerűen válaszolni. Tulajdonképpen minden filmem más technikával készül. Vannak olyan szerzők, akik kialakítanak egy stílust, és akármilyen ötletük van, mindent abban a stílusban készítenek el. Tőlem ez nagyon messze van. Tehát én igyekszem azt csinálni, hogyha van egy film ötlet, ahhoz megpróbálom megtalálni azt a formát, amelyikről azt feltételezem, hogy abban a formában fogja magát a film legjobban érezni. Maestro című alkotását 2007-ben animációs rövidfilm kategóriában Oscar-díjra jelölték. A művészt arról kérdeztük, hogy animációs stúdióját milyen céllal alapította. Amit létrehoztunk 2002-ben ezt a KED nevű animációs stúdiót, ez kimondottan azzal a szándékkal jött létre, hogy ne az én dolgaimat csinálja kizárólag, hanem hogy egy olyan találkozási pont, egy olyan gyűjtőhely legyen, ahol az animációs szakma tehetségesei azok tudnak találkozni, alkotni. A kiállítást a filmképek sorozat keretében 2010. március 10-től április 12-ig tekinthetjük meg.
Az Eszterházy Károly Főiskola évről évre megrendezi az EFENT, vagyis az EGRI főiskolás napokat. Idén a líceum épületében folyó rekonstrukciós munkálatok miatt a program helyszíne még nem publikus. ...2003 óta rendezik meg az Eszterházy Károly Főiskola legkedveltebb kulturális szórakoztató rendezvényét, az EGRI Főiskolás Napoka, azaz az EFENT. A tavaly jubiláló programsorozat idei helyszín az A épületben folyó rekonstrukciós munkálatok miatt sokak számára kérdéses. Az utóbbi években ugye kaptunk e-mail üzenetet, meg ki is volt plakátolva, de eddig nem küldtek semmit. Ugye az A épület rekonstrukciója miatt szerintem most ott nem lehet megrendezni. Nem tudom, ez még a jövő zenéje. Az EFENT idén sem maradhat el, hiszen ez jár a hallgatóknak, mondta el Grebei Gergely hökelnök. Ezúttal április 19-e és 23-a között 5 napos rendezvénnyel készülnek, a helyszínt azonban csak később fedik fel. Pontos programot március végén, április elején teszik közzé, ám annyit elárult, a már hagyományos és sokak által kedvelt elemek most sem hiányozhatnak. Természetesen megtartjuk azokat a rendezvényeket is, amik állandóan nagy sikert aratnak a hallgatók körében, és látogatják is őket. Ilyen az állásbörze például, a szakkollégiumnak és a diáktanácsadó irodának a kivonulása, illetve a fogadóterek kialakítása, ez valószínűleg itt a B épületben kerül megrendezésre. Az EFEN népszerűsítéséhez a kreatívabb hallgatók egy reklámfilm elkészítésével járulhatnak hozzá. A maximum 2 perces spotok beadásának határideje március 26-a. A tavaszi fesztivál egyik színfoltjának számít az Ifjúsági Ház Folk hétvégéje. Márciusban kerül sor a 11. maratoni folk hétvégére, ahol neves zenekarok lépnek fel, kiállítást is látogathatnak az érdeklődők, és hajnalig tartó táncházat is ígérnek a szervezők. A zenés-táncos rendezvényt a március 19-ére és 20-ára eső hétvégén rendezik meg az Ifjúsági Házban. A két fő attrakció egy-egy napra elosztva, 19-én Lajkó Félix koncertje, 20-án pedig a Besodrom együttes koncertje, de itt lesz Kása Béla Muzsikos Portrék című fotókiállítás, ami egy nagyon-nagyon jó anyag. Lesz 4 táncház, a Kerekes, Gajdos, Evrosz és Juhász zenekar táncháza. A Juhász zenekar és Lajkó Félix ugye a Vajdaságból érkezik, tehát a vendégünk a Vajdaság ebben az évben. De lesz gyerektáncház is, és itt lesz a Hargita Népi Széke Együttes is a Táncba Fordulva című táncjáték. Fehér Zsombor azt is elárulta, a több éves tapasztalat alapján nagyszámú résztvevőre és fergeteges hangulatra számítanak. Minden nap hajnali 2-3-ig lehet ropni itt a táncot, de aki nem akar táncolni, az is jöjjön el, mert nagyon jó a zene és nagyon jók a koncertek. A temperamentumos zene és felszabadult hangulat évről évre sokakat vonz. Idén is széles kínálatból válogathatnak a népi elemeket tartalmazó dallamok szerelmesei. Az Eszterházy Károly Főiskola zenetermében március 10-én Tóth Fekete Nóra zongora koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. A líceum zenetermében Tóth Fekete Nóra zongora koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők március 10-én. A koncerten elhangzott Johann Sebastian Bach, Chopin, Liszt Ferenc és Robert Schumann zongora költeménye is. Szóló koncertjein fontosnak tartja a kortárs zongora művek népszerűsítését. Hogy a műsor összeállítással egy picit közelebb hozzuk az embereket ahhoz, hogy van régebbi zene, és akkor ebből alakult ki a mai modern zene. Műsorait felépítettség jellemzi. Az előadásain arra törekszik, hogy a modern darabok előzményeit jelentő kompozíciókat is bemutassa. Hogyha szabadon választhatom össze a koncertműsort, akkor úgy szoktam, hogy a baroktól indulok, és a legvégén egy 20. századi vagy egy kortárs mű van, és a darabok így kapcsolódnak egymáshoz zenetörténetileg. Meg olyat is szoktam csinálni, hogy én beszélek a darabokról, tehát írok előtte egy kis szöveget, hogy hogyan kapcsolódnak, mikor íródtak, miért akkor íródtak, egy kis életrajz, egy kis kortörténet, egy kis hangszertörténet, és akkor így talán könnyebben befogadható. Az ingyenes koncertet a főiskola hallgatói nagy érdeklődéssel fogadták. A Fiataloknak Fiatalokról című programsorozat meghívott előadója Scheffer Erzsébet, a Nőklapja főmunkatársa volt. Scheffer Erzsébet, Pulitzer és Prima Primissima díjas újságíró, Nőktől nőknek címmel tartott előadást március 10-én 18 órától az Uránia moziban, az EGRI Lokál Patrióta keretein belül.
Ez pontosan akkor történt, amikor a múlt év végén a Prima Primissima díjakat adták át, és Scheffer Erzsébet volt az egyik díjazott. És akkor merült föl bennem az az ötlet, hogy milyen fantasztikus lenne, ha őt meg tudnánk hívni, meg tudnánk nyerni egy ilyen esti beszélgetésre. Azon túl, hogy az apropója volt a Prima Primissima díj átadása, természetesen ugye nőként én is olvasom a Nőklapját, olvasom az ő történeteit, és fantasztikusnak találom, és úgy gondoltam, hogy valószínűleg mások is érdeklődnek iránta. Életéről, a Nőklapjában megjelent történeteiről mesélt a Pipacs Virágos újságírónő. A sikertitkát is megtudhattuk tőle. Biztos, hogy az életkor is, de talán az, hogy valami olyat tett le az asztalra, ami a többi embernek jót tesz, örömet okoz, üzenetet, valamilyen üzenetet hordoz, valamilyen jó üzenetet, ezt remélem, hogy ezért. Az előadás végén Scheffer Erzsébet dedikált, könyveit megtekinthették és megvásárolhatták az olvasni vágyók. Az EGRI Zöld Kör szervezte a Gondolatok Egerért című előadássorozatot, melynek első részét március 10-én tartották. A Művészetek Házában került megrendezésre a Bringaut Közhasznú Egyesület nyitó előadása, amelyet Olá György, az egyesület elnöke tartott. Mostanra kb. 60 önkormányzatnak és társulásnak adtunk támogató nyilatkozatot és szakértői véleményeket a különböző kerepes infrastruktúra fejlesztési projektjeikhez, háromhoz például már Egerben is. Ami ebben még érdekes, hogy különböző bizottsági és éptagságok mentén sok olyan munkába vettünk részt, ami egyrészt a kerekvárosi infrastruktúra fejlesztést, másrészt pedig ennek a keretek közé való mozdítását célozta. Szó volt a szervezet eddigi munkájáról, terveiről, továbbá az Egervárost érintő kerékpáros infrastruktúra fejlesztéséről. A további előadásokra minden hónap első szerdáján kerül sor. Az NB1 Békeleti csoport 19. fordulójában az LKF Hész Eger a Tiszaújvárosi Főnix KK csapatával idegenben találkozott. Az egriek végül 57-71-es pontarányjal hozták el a győzelmet. A bajnokság legutóbbi fordulójában az LKF Hész Eger kosárlabda csapata a Tiszaújvárosi Főnix KK csapatához ment vendégségbe. A játék első félidejében ugyan az egriek nem nagyon tudtak játszani, azonban a második félidőben Schneider Zoltán és Bíró Balázs kettőse egy hirtelen triplával rögtön megfordította a mérkőzés állását, és az addigi íram hirtelen megfordulásával megváltoztak az erőviszonyok. Az első félidő végén még csak egyetlen ponttal vezetett az LKF csapata, a második félidőt azonban hatalmas pontkülönbséggel nyitották, és ezt a pontkülönbséget végig tartani tudták. A nagy pontkülönbségnek és a játékiramának nagy segítség volt Máté Balázs állandó lepattanó szerzése, Fazekas Csaba duplái és a második félidőre hirtelen megjött csapatszellem. Váci Pétert kértük meg, hogy összegezze a mérkőzés tapasztalatait. A tiszaújvárosiak is megdicsértek minket, én örülök, hogy te is megdicsértél, de én azt gondolom, hogy a kevésbé rosszabbul játszó csapat nyert. Na, örülök, hogy mi voltunk ez, talán egy picit fentebb jöttünk abból a rettentő mély gödörbe, amiben vagyunk, de tudnunk kellene ennél is sokkal jobban játszani, az igazság. Következő mérkőzését az EKF Hész Eger csapata ismét idegenben játsza a Jászberényi KSE ellen, aki jelenleg a tabella vezető az NB1B keleti tabellán. A szezon végén pedig, amely eldönti a rájátszások helyezéseit, a Vásárhelyi Kosársulival, illetve a Bajai Bácska FKE-vel a jelenlegi második, illetve ötödik helyezettekkel kell megmérkőznie a főiskolai csapatnak. Kedves nézőink, Önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Viszontlátásra!